Napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Józsa Sándor jegyző urat, hivatal munkatársait, meghívott kedves vendégeinket és a tisztelt televízió nézőket. A jelenléti alapján megállapítom, hogy 8 fő jelent meg a testület ülésen. Távolmaradását bejelentette dr. Kanászai László képviselő úr, Szepesi Tibor képviselő úr, illetve dr. Kovács László képviselő úr. Az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket, azzal a változással, hogy az alábbi pótipedendi pontok kerüljenek felvételre. Elsőként javaslat a nagykunságért díj adományozására, javaslat az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozásra kiírt pályázaton való részvételről szóló 15/2017 KT számú határozat módosítására, valamint javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása igénylésére, és végül javaslat a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium szakmai alapdokumentum módosításának a véleményezésére. Tehát 4 napirendi pont felvételét javaslom. Aki tudja ezt támogatni, kérem jelezze. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Van-e valakinek további napirendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, a teljes napirendet teszem fel szavazásra, aki tudja támogatni, jelezze. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a 19-23-ig terjedő napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Tudjuk-e ezt támogatni? Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről legyen szíves tájékoztatást adni. Február 24-én a kommunizmus áldozataira emlékeztünk. Az önkormányzat nevében Gyurcsek János alpolgármester helyezett el koszorút az áldozatok emlékművénél. Szintén február 24-én a Nyelvi Laborral a Nyelvtanulásért Alapítvány műsoros estet rendezett a Dériné Kulturális Központban. Február 25-én került megrendezésre a Györfi Bál. A jótékonysági rendezvényen Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet, Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál és dr. Kanász Nagy László képviselték Karcagváros önkormányzatát. Február 26-án volt a Csokai István asztali tenisz országos veterán emlékverseny a Városi Sportcsarnokban. Jelen volt Szepesi Tibor képviselő úr. Február 27-én ünnepelték az ápolók napját a Kátai Gábor kórházban. Az ünnepségen Karcagi Nagy Zoltán, Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet és Molnár Pál képviselők vettek részt. Február 28-án tartották a Jókai úti óvodában a Legyen neked is konyhakerted című programot. Az önkormányzatot Karcagi Nagy Zoltán képviselte a rendezvényen. Március 2-án az Oroszlán király című mesemusicalt láthatták az óvodások és a kisiskolások a Fogi Színház előadásában a Dériné Kulturális Központban. Március 3-án Karcagváros kiemelkedő eredményt elért sportolóit köszöntötte Dobos László polgármesterről a Városházán. Jelen voltak Pánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselők. Március 4-én került sor a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat farsagi rendezvényére az Ifjúsági Házban. A városvezetést Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet, Karcagi Nagy Zoltán és Szepesi Tibor képviselték. Szintén március 4-én tartotta a jótékonysági bálját a Varó István szakgimnázium Szaki 2000 alapítványa a Dériné Kulturális Központban. A rendezvényen részt vettek Nagyné László Erzsébet, Szepesi Tibor és Karcagi Nagy Zoltán képviselők. Köszöntőt mondott Dobos László polgármester úr. Március 6-án volt az Aranyos Napok megnyitója az Arany János Általános Iskolában. A megnyitó jelen voltak Pánti Ildikó, Karcagi Nagy Zoltán és Szepesi Tibor képviselők. Március 10-én
A Szélkiáltó Együttes adott két nagy sikerű műsort a Filmharmónia hangverseny sorozat keretében. Szintén március 10-én került megrendezésre a Liszt és Kossuth Díaz zeneszerző és előadó művész Valás Fecó életmű koncertjére a Déryné Kulturális Központban. A rendezvényen Karcagy Nagy Zoltán és Szepesi Tibor képviselték az önkormányzatot. Március 11-én az Abátszalóki Tisza Tor Böllér Fesztiválon Kovács Szilvia alpolgármester vett részt Karcagváros önkormányzatának képviseletében. Március 14-én a következő programokkal emlékeztünk az 1848 és 49-es forradalom és szabadságharc hőseire és eseményeire. 15 órától mutatták be a Déryné Kulturális Központban a Debreceni Népi Együttes táncosai a Vas Albert regénye nyomán készült 13 almafa című egyrészes táncjátékot. Ezt követően zenés menet indult a Déryné Kulturális Központ épületéből a Nagykun Honvéd Banda és a Kovács Mihály Huszár Bandérium felvezetésével az országzászlóhoz. Ezt követően a városban működő intézmények, civil szervezetek, pártok vezetői és képviselői a Petőfi és Kossuth szobornál koszorúzással és főhajtással tisztelegtek a hősök emléke előtt. Ünnepi beszédet mondott Kocsis Máté, Budapest Józsefváros polgármestere. Este fáklyás felvonulás indult a Városháza előtti térről az általános és középiskolás diákok részvételével. Az ünnepségen részt vettek Pánt Ildikó, Nagyné László Erzsébet, Molnár Pál, Szepesi Tibor és Karcagy Nagy Zoltán képviselők, Gyurcsek János alpolgármester, valamint Dobos László polgármester úr. Március 16-án került sor dr. Őrsi Julianna könyvbemutatójára a gyülekezeti házban, ahol Pánt Ildikó képviselőasszony volt jelen a városvezetésből. Március 22-én Torok Sándor festőművész emlékkiállítását Prokai Gábor művészettörténész nyitotta meg a György István Nagykun Múzeumban. A megnyitón Kovács Szilvia alpolgármester és Dobos László polgármester úr képviselték Karcagváros önkormányzatát. Március 23-án az idősek klubjában Pánt Ildikó képviselőasszony tartott fórumot a Déryné Kulturális Központ munkatársaival. Szintén március 23-án a kazak-magyar diplomáciai együttműködés 25. évfordulója és a kazak köztársaság tavasz ünnepe, azaz a Nauriz alkalmából rendezett ünnepségen Budapesten Kovács Szilvia alpolgármester vett részt a városvezetés képviseletében. Március 25-én került megrendezésre a Városi Sportcsarnokban a második korcsoportos országos birkozó kötöttfogású diákolimpiai döntő és a 22. Kurusz testvérek birkozó emlékverseny. A megnyitó jelen voltak Pánt Ildikó, Nagyné László Erzsébet, Karcagy Nagy Zoltán és Molnár Pál képviselők. A sportrendezvény résztvevőit Dobos László polgármester úr köszöntötte. Szintén március 25-én Madarász Imre egyesített óvoda várta az érdeklődőket a 11. aprólábak néptánc gálára a Déryné Kulturális Központban. A városi önkormányzatot Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet, Molnár Pál és Karcagy Nagy Zoltán képviselték az eseményen. Köszöntőt mondott Dobos László polgármester úr. Március 26-án nőköszöntő nóta gálával szórakoztatták a közönséget Bart András, Ferenci Béla, Karcagy Nagy Zoltán, Kolostyák Gyula, Monzéger Ferenc és Olajos János karcagi nóta énekesek. Közreműködött a Hakme cigány zenekara ifjú Berki János vezetésével. A rendezvényen részt vett Pánt Ildikó képviselőasszony és Karcagy Nagy Zoltán, mint előadó. Március 27-én került megrendezésre a Madarász Imre egyesített óvoda által szervezett Jáz újra kreatív alkotó kiállítás. A rendezvény Szepesi Tibor képviselő nyitotta meg, az önkormányzat nevében jelen voltak Pánt Ildikó képviselő és Kovács Szilvia alpolgármester. Március 28-án a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének Jász Nagykun Szolnok megyei polgármesteri fórumán Cserkeszőlőn Kovács Szilvia alpolgármester képviselte városunkat. Szintén március 28-án volt Fejes László, Patkolatlan Pegazus című verseskötetének bemutatója az ifjúsági házban. A bemutatón Kovács Szilvia alpolgármester és Szepesi Tibor képviselő vettek részt Karcagváros önkormányzatából.
Tovább folytatódtak a diákolimpiai fordulók és az utánpótlás tornák a városi sportcsarnokban. Köszönöm szépen jegyző úrnak a tájékoztatását. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalása előtt köszönteni szeretném Huszárné Hajdú Máriát, a Jász-Nagykun-Szolnok megyék kormányhivatal, karcagi járási hivatal, földhivatali osztályvezetőjét, akit Budapesten nemzeti ünnepünk alkalmából 2 évtizedes kimagaslóan végzett földhivatali, vezetői, ügyfél és partnerkapcsolati tevékenységének elismeréseként dr. Farkas Sándor miniszter úr miniszteri elismerő oklevélben részesített. A rangos elismeréshez az önkormányzat nevében gratulálok, további munkájához erőt és egészséget kívánok. Felkérem, hogy legyen szíves kifáradni és egy virágcsokrot átvenni. Minden jót kívánunk továbbra is, sok erőt a nehéz munkához. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Kíván-e élni ezzel valaki? Erősorrendben vagy korsorrendben Lengyel János képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Azzal a kérdésekkel fordulok polgármester úrhoz, hogy tervezi-e és milyen módon a város alábbi problémáit megoldani. Természetesen az utak állapota a legnagyobb probléma, mivel napirenden van, érdeklődve várom polgármester úr beszámolóját. Kérdésem az, hogy a kórház körül lesznek-e kialakítva újabb parkolóhelyek, hiszen nagy szükség lenne rá. Lehet-e szó róla, hogy a legutóbb kialakult parkolószigetet a kórház park felüli nagykapujánál szilárd burkolattal, zúzott kővel ellássák. Bővítsék, az ott lévő lefedett tárok mentén ezzel újabb parkolóhelyeket nyerve betegek és hozzátartozóik számára. Ön szerint megoldható lenne a kórháznál lévő gyógyszertár előtti párhuzamos parkoló részt átfesteni halszálkás parkolóhelyekké, hisz ezzel az olcsó megoldással is tudna a város néhány parkolóhelyet nyerni a kórházba érkezők számára. Tud-e róla, polgármester úr? hogy ugyanitt a gyógyszertár belső parkolójánál többször előfordult, bizonyítják közösségi portálra is felkerült fényképek, hogy az ott parkoló autók több alkalommal és parkolóval egy szintben lévő járdán parkoltak és akadályozták a gyalogos forgalmat. Megoldható lenne a járda szintkülönbségének kialakítása. Hogyan lehetne megoldani, normalizálni a posta körüli parkolást, hisz nem szabad megállni, mégis sokan felkaptatnak és megkoppantják az óriás szegélyköveken a járművüket, hogy eljussanak a postára. Megoldható lenne ön szerint, hogy használható parkoló kialakítása posta ezen részén. Köszönöm szépen, várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen. A rövid válasz igen, nem igen. Posta körüli parkolás. De visszatérve még a kórházhoz, hogy maradjunk tényleg komolyak és a helyzethez illően tárgyaljuk ezt meg. Természetesen tervezzük, és ez folyamatosan terve is van. Nyilvánvalóan mindenki tapasztalja, és tudjuk mi is, hogy milyen áldatlan parkolási lehetőségek vannak ott a kórház környékén. Sajnos a teret nem nagyon tudjuk megnagyobbítani, odáig még nem jutottunk el, sem a kórház területét, sem a környező területeket, úgyhogy a lehető legoptimálisabb parkolási rendet kívánjuk majd kialakítani. Ez nyilvánvalóan mindig komoly összegeket is felemésztene, úgyhogy majd várjuk képviselő úrnak az ajánlatait a következő költségvetés kialakításakor, hogy honnan és mint vegyünk el forrást, amivel lehetne biztosítani ezeknek a parkolóknak a kialakítását. Ezek is nagyon fontosak természetesen, de minden más egyéb, ami a 17-es költségvetésben van, hasonlóan fontos. Mindenhol szeretnénk egy kicsikét valamit mindenkor előrelépni, itt is tervezünk ilyet. Tehát azért mondtam, hogy igen, nem, igen. Tehát tudok is róla, tervezzük,
köztük is van, amit nem tudunk megcsinálni, van, amit meg tudunk csinálni. Posta körüli parkoló, az már sokkal kézenfekvőbb, mert ott vannak még üres területek, ezt már elmondtam jó néhányszor, tehát a következő időszakban, amikor a kerékpárút remélhetően nyertes pályázatát magunkénak tudhatjuk, akkor annak kialakításával egy időben szeretnénk majd a templom túloldalán lévő területen parkolókat kialakítani. Nyilván hasonlóképpen ismerem a helyzetet, én magam is szenvedő alanya vagyok annak, hogy nehezen lehet leparkolni, de gyalog is el lehet jutni természetesen a postára, nem kötelező csak autóval menni, egy picit elkényelmesedtünk, valljuk meg őszintén, és mindenki a lehető legközelebb szeretne megállni a pultok közelében, az biztos, hogy nem fog menni. Tehát gondolkozunk ezen, és keresjük a megoldást. Van-e további napi rendelőtti kérdés? Andrássy András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Én azt szeretném első kérdésként polgármester úrtól megkérdezni, hogy van-e arra lehetőség, hogy a TRV vezérét meginvitáljuk mondjuk a következő vagy a rákövetkező testületülésre. Ennek az invitálásnak az lesz, illetve hát az adja a mottóját, hogy a városban több mint 1000 családhoz érkezett a TRV-től olyan fizetési felszólítás, illetve elmaradásról szóló csekk, vízbefizetésről szóló csekk, amit nagyon sokan kifogásolnak. A probléma itt ezzel az, hogy évekre visszamenőleges kérésről van szó, tehát van olyan, amíg 5 évvel ezelőtti be nem fizetett vízdíjat próbál a TRV-be hajtani az embereket. Én úgy gondolom, hogy vannak egy páran, gondolom itt a teremben is, jó magam is, aki élére rakja a befizetési csekkvisszákat, és évekre visszamenően meg tudja mondani, hogy befizettem, nem fizettem, és be is tudom bizonyítani. De az emberek többsége sajnos nem ilyen, egy-két évig őrizgeti ezeket a cetliket, majd bizony kidobja. Nos, ezzel igen komoly probléma van. Ráadásul a TRV által kiküldött levélben jól látható, hogy az az időszak, amikor már a TRV volt a számlázó, és a TRV volt a felelőse a számlázásnak, és tudjuk, hogy milyen gondokkal küzdött, számtalan szó fordult elő, hogy hónapokig nem érkezett vízdíjszámla, majd egy hónapon belül 3 alkalommal is érkezett vízdíjszámla, és hasonló történetek. Magyarul egy nagy káosz volt a TRV-nek a számlázási rendszere, holott átvett egy jól működő, a város által jól működtetett vízszolgáltatást, illetve hát annak a díjbeszedési rendszerét, és ennek ellenére ezt képtelen volt éveken keresztül, és úgy tűnik, hogy a mai napig is képtelen jól működtetni. Hát, én ezeket a kérdéseket szeretném a vezérnek is föltenni, és adjon ő maga itt az emberek előtt, a tévén ezzel a képviselőtestület tagjai előtt választ arra, hogy mitől képtelen ez a cég arra, hogy éveken keresztül ne tegye rendbe a számlázási dolgait. Ez lenne az egyik kérdés. A másik örömmel látjuk, hogy a posta kereszteződésben megkezdődött a rendőrlámpa szerelésének a első fázisa. Ez némi fennakadást okoz itt a közlekedésbe, de ezt azért örömmel vesszük és örömmel tapasztaljuk. Ebbe köszönet polgármester úrnak mindenféleképpen, nagyon sok munkája volt, ebben tudom. Igen, sokat a megyén is küzdött azért, hogy a közútkezelőnél elérje ezt. Ezért én kérném polgármester urat a továbbiakba is, és én magam is meg fogom újfent a megyén tenni, közútkezelő irányába Kisújszállási út, és a közútkezelő fenntartása alá tartozó útak útfelületének a rendbetétele. Láttuk, tapasztaltuk, hogy a napokban történt kátyúzás,
mint ahogy Molnár Pál képviselőtársam fölvilágosított róla, ez egy ilyen tavaszi ideiglenes kátyúzás, hát ezt tapasztaltuk is, aki autóval közlekedett, az észrevette, hogy ebből az anyagból több ragadt a sárvédőjére, mint ami a kátyúban maradt, de ha ideiglenes, reméljük, hogy nem túl hosszú ideig lesz ideiglenes. És én úgy gondolom, hogy jó néhány olyan útszakasz van, ahol olyan sok már a kátyú, hogy a közútkezelőnek illő lenne nagyobb összeget ide fordítani erre a városra, ebbe a városba lévő utakra, és teljes útfelület javítását megoldani. Én tudom, hogy a közútkezelőnek is vannak forrásbeli problémái, de nyilván jeleznie kell a megfelelő minisztériuma irányába, és akkor meg kell keresni rá erre a fedezetet, és meg kell ezeket csinálni. Hosszú éveken keresztül ezt nem lehet húzni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen képviselő felvetéseit. Miután majdnem minden testület ülésen elhangzik a TRV, én is úgy gondolom, hogy illő lesz most már egy invitálás vezérigazgató úr irányába, mert mind a TRV, mind a közút problémáiról nekem kell itt számot adon, holott nem önkormányzati célról van szó, tehát nekem nem ingem, nem is akarom magamra venni, úgyhogy az illetékest szeretném, hogyha jegyző úr gondoskodna arról, hogy a következő testületű ülésen itt legyen, vagy megbízottja, aki a válaszokat meg tudja ezekre a kérdésekre adni. És akkor megnyugszunk, és akkor tőlük meg lehet kérdezni ezeket a gondokat. A postai kereszteződés örömteli dolog, hogy valóban megkezdődött az átalakítás. Ez nyilván nem az én érdemem, én a közös munkában, a csapatmunkában hiszek, és ez a mindannyiunknak a közös érdeme, úgy ennek a kiharcolása. Türelemmel voltunk, hál' Istennek, és ennek meg lett az eredménye. Az is biztos, hogy mostanában azért majd egy kis fennakadást fog ez okozni, de reméljük, hogy eredményes lesz az átalakítás, és ez a kereszteződés a balesetmentesebbé válik. Én nem azt mondom, hogy balesetmentes lesz, mert a piros lámpát is szokták néha benézni a közlekedők, de reméljük, hogy biztonságosabb lesz ez a kereszteződés, és ott természetesen egyéb átalakítások is fognak ezen a munkálaton belül elvégzésre kerülni. Kisújszállási út. Valóban nagyon rossz állapotban van, ezt is tapasztaljuk, és minden testületi ülés elején megbeszéljük. Tisztelt jelenlévők, azt is tudomásul kell venni viszont, hogy mindig lesz egy legrosszabb út ebben a városban. Tehát emlékezünk vissza arra, amikor a kisújszállási útnak a városon kívüli része volt a város legrosszabb útja, vagy a városhoz tartozó legrosszabb rész, megoldódott, mert felújították, már most senki nem beszél erről. Vagy emlékezünk csak vissza a Püspökladványi út, a Kálvin út, Madarasi út állapotára, akkor az volt a legrosszabb út, az is megoldódott. Türelemmel tessenek lenni, nyilvánvalóan a közlekedők ebbennek a igénye az, hogy azonnal, de már is legyen meg, nagy valószínűséggel ez is meg fog oldódni. Ha ez megoldódik, akkor is lesz egy legrosszabb út majd, ami a városhoz tartozik. A helyzet ez. Ezzel együtt kell élnünk. Ezzel együtt én is azt mondom, hogy természetesen a felújításra nagyon rászorul ez a kisújszállási útszakasz a Karcag belterületén. Na most, hogy mindenki tisztában legyen, hogy milyen munkát folytatunk, én szeretném, hogyha most rögtön kiosztásra kerülne egy levelezés, én legutóbbi levelem, amit a közútkezelőnek írtam, és a válaszlevél. Tehát abból egyértelműen kiderül, hogy egy kicsi szakmai magyarázkodás van, illetve az is ki fog derülni, hogy mire alapozva, mire számítva fogják majd elvégezni ezeket a munkálatokat, és körülbelül mikor. Úgyhogy a kolléganőket megkérem, hogy legyenek kedvesek mindenkinek egy-egy példányt ebből adni, és akkor a tisztelt képviselő hölgyek és urak első kézből fognak tájékozódni arról, hogy milyen munka zajlik, milyen erőfeszítések zajlanak ebben az ügyben.
Pánti Ildikó képviselőasszonynak adom meg a szót, napi rendelőti kérdés formájában szeretne véleményt nyilvánítani, illetve kérdésre. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Kérdésem lakossági felvetés alapján fogalmazódott meg. Kérdésem a következő lenne. Lehetséges-e a Deák körút és a Kisújszállási út kereszteződésében a kerékpárút jobb beláthatósága érdekében egy visszapillantó tükör elhelyezése forgalomtechnikai szempontból ennek a megvizsgálását, ha kérhetném. Nem kell elmondani az itteni útkereszteződésnek a forgalmát, ismerjük valamennyien, és ugye ott van a kerékpárút, ami egy veszélyzónát jelent a gépkocsival való, meg hát végül is a kerékpárosok részére is. Ez lenne a kérdés lakossági felvetés alapján. Kérem, ha ezt polgármester úr és a testület is úgy látja, akkor ennek a lehetőségének a megvizsgálását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felvetés. Természetesen van erre lehetőség, és megkérem Mester Ferenc polgármesteri tanácsadó úrat, hogy legyen kedves eljárni ebben az ügyben, és a vezető értekezleten meg fogjuk beszélni, hogy milyen úton, módon tudjuk ezt a dolgot megoldani. És akkor most visszakanyarodnék azért erre a rossz útra és az útkereszteződésekre, mert arra is tessenek számítani, hogyha megoldódik itt a villanyrendőrös irányítás a postai kereszteződésben, majd tessenek figyelni, hogy a forgalom áttevődik egészen más csomópontokra, és természetesen ott is kialakulnak majd hasonló közlekedési problémák. Tehát ez egy folytonos munka, állandó harc, küzdelem. Én azért mindenkit arra intek, illetve hívom fel a figyelmét, hogy próbáljon meg a KRESZ szabályoknak megfelelően közlekedni, és akkor lényegesen kevesebb a baleset. Tehát a létező összes technikai megoldást felvonultathatjuk, ha nem tartják be a szabályokat a közlekedők. Az a legbiztosabb megoldás a balesetek elkerülésére. Természetesen erőnktől függően mindent megteszünk a lehető legkényelmesebb és a legmodernebb megoldások kialakításához. Van-e további jelentkezés napi rendek előtt? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy térjünk rá a napirendi pontok megtárgyalására, megköszönve a felvetéseket és a kérdéseket. Első napirendi pontunk beszámoló a közfoglalkoztatás helyzetéről, kiemelten a kistérségi startmunka mintaprogramok alakulásáról. Tisztelt képviselőtestület, egy nagyon szép és gazdag anyagot jegyzett Molnár Pál képviselőtársunk, a Városgondnokság igazgatója, aki felelős ezekért a munkálatokért. Kérdezem igazgató urat, hogy szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni a leírtakhoz képest, nem kíván élni. Tisztelt képviselőtestület, kérdés vélemény van-e? Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Bizottság milyen véleményt alakított ki a beszámolóval kapcsolatban? Nagyné László Erzsébet képviselőasszony kér szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtársaim. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a napi rendi pontot megtárgyalta, és köszönjük szépen a Városgondnokságnak ezt a évek óta tartó és az idejében is megkezdett tevékenységét. Úgy gondoljuk, hogy mind a polgármesteri hivatal irodája, mind a munkaügyi központ, de a Városgondnokság együttműködése megfelelően és színvonalas mértékben látszik a város fejlődésén. További munkájához igazgató úrnak ezúton is sok sikert és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, hozzászólását. Van a további jelentkezés, kérdés. Molnár Pál igazgató úr, képviselő úr,
Kér szó, tessék. Köszönöm szépen. A 16-os anyaghoz nem volt természetesen kiegészítés sem, mert úgy érzem, hogy minden benne van az anyagban. Viszont ha már közfoglalkoztatásról van szó, annyit mindenféleképpen szeretnék elmondani, ami a 2017 évet érinti. A 2017 évben is hasonlóan nagy létszámmal indultunk a Start munkaprogramban, olyannyira, hogy 302 fő helyett 305 főt tudtunk indítani. Létszám tekintetében, ami nem tűnik soknak növekedés szempontjából, viszont azt elmondom, hogy országosan tendencia, hogy csökkentették a közfoglalkoztatotti létszámot olyannyira, hogy 200 ezer főről 150 ezerre akarják visszaszorítani a közfoglalkoztatási országos létszámot, abból kifolyólag, hogy ez az 50 ezer ember próbáljon elhelyezkedni a versenyszférába, a reálszférába, amelynek jó esélye van, ugyanis mi is azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb az a munkavállaló, aki a közfoglalkoztatásba jelentkezik, nagyon sokat elszív a reálszféra, aminek nagyon örülünk, bizonyos szempontból pedig nagyon nehéz helyzetbe hoz bennünket, mert vannak olyan értékteremtő pályázataink, ahol igenis kell a képzett segédmunkás, de a jó szakmunkás is, és pont a reálszféra ezeket a megbízható, jó munkával rendelkező munkavállalókat hívják el tőlünk, ami még egyszer mondom, nagyon jó, mert magas a fizetésért mehetnek el dolgozni, valamint nem is lehet célja egy kormánynak, hogy folyamatosan csak közfoglalkoztatásból tart föld 200 ezer embert. Tehát egy 50 ezer fős létszám csökkenés várható a közfoglalkoztatásban, és ezen viszonyok között is sikerült a városnak megtartani ezt a magasabb létszámot. Annyi kiegészítést még talán, hogy a jövő héttől, április 3-ától újabb 60 fővel indulunk a közfoglalkoztatási területeken. Ez a 60 fő már nem a Start munkához tartozik természetesen, de a közfoglalkoztatásnak része, és így teljes létszámban 356 főt tudunk foglalkoztatni 2017 évben. Az anyag a 2016-os évről szól, de ennyi kiegészítés mindenféleképpen előzetesbe szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, polgármester úr. Köszönöm szépen a kiegészítést igazgatónak, képviselőtársunknak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én úgy gondolom, hogy az írott anyag önmagáért beszél. Látható, hogy azért ez egy kegyetlenül nehéz munka összetartani, megszervezni azoknak a munkavállalóknak, közfoglalkoztatottaknak a napi munkarendjét meghatározni, akik rendelkezésre állnak, és hogy milyen sokrétű munkát végeznek. Tehát legalább 10 féle variációról lehet itt olvasni az anyagban, és ezen kívül még számtalan egyéb más is van. Nem könnyű ezeket az embereket gardírozni és hasznos munkára fogni, úgyhogy egyáltalán az se könnyű, hogy ilyen létszámban tudjunk foglalkoztatni ennyi embert. Úgyhogy mindenkinek, elsősorban igazgató úrnak köszönöm azt az erőfeszítést, amit ezügyben tesz. Nyilvánvalóan sok mindenki sokféleképpen ítéli meg a közmunka hatékonyságát, értelmét, én úgy gondolom, hogy azért az élet azt bizonyítja, hogy egyre inkább hasznossá tudják tenni magukat. Ez nem azt jelenti, hogy 100%-osan tökéletesen dolgoznának, ezt mindannyian láttuk. Én magam is hetente néhány kört teszek reggelente, és őszintén bevallom, hogy noszogatom őket a jobb munkára, és kérem a tisztelt képviselő hölgyeket, urakat, hogy nyugodtan tegyék ezt meg. Figyelmeztesek, szóljanak, hogy végezzék a munkájukat a lehető legjobban. Én úgy látom, hogy a legnagyobb problémát az okozza, hogy kevés az olyan kvalifikáltabb közmunkás, akiket a brigádok élére lehetne állítani, és ezt tudom, igazgatóra számtalanszor beszéltünk, hogy külön nehézséget és problémát okoz. Én azért szeretném, hogyha még több olyan sikerülne elővarázsolni, vagy kimunkálni, kiemelni a közfoglalkoztatásból, akik erre alkalmasak lennének, hogy valóban nagyon szépen és hatékonyan tudjanak dolgozni. Ezzel együtt én úgy ítélem meg, hogy nagyon hasznos az a munka, ami folyik a közmunkaprogram keretében, és sok értékkel lennénk kevesebbek és szegényebbek, hogyha ez nem valósulna meg. Hát a tökéletes persze az lenne, hogyha a közmunkaprogramra szükség sem lenne, hanem mindenki a versenyszférába tudna elhelyezkedni, de hát ez álom egyelőre. Van-e még valakinek valamilyen jelezni valója? Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr, kér szót, tessék parancsolni.
Köszönöm szépen szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtársak, jelenlévők, kedves televíziónézők. Szeretnék csatlakozni Nagyné László Erzsébet képviselőnő szavaihoz, dicsérő szavaihoz, hiszen én is részt vettem ezen a bizottsági ülésen, és igazgató úr írásbeli tájékoztatóját is olvastam, illetve a szóbeli kiegészítését is végighallgattuk. Igen, a városgondnokság manapság szinte a legnagyobb foglalkoztatóvá vált a városban, és ahogy polgármester úr is az előbb említette, bizony sok embernek a munkaidő beosztását, a különböző gondját, baját intézni, rendszerezni, illetve számon tartani és rendbe tartani ezeket a dolgokat. Nagyon nagy felelősséggel jár, amit én szeretnék igazgató úrnak megköszönni és gratulálni munkájához, hogy milyen magas színvonalon végez. A elszámolások is szigorodtak az elmúlt években, ez megint erős gondolkodás, nagyon nagy komoly szakértelmet és odafigyelést igényel a gondnokság dolgozói részéről. Munkájukhoz szeretnék gratulálni, látjuk a városban a munkájukat, igényeljük körzetenként, igazgató úrral rendszeres kapcsolatban vagyunk, és én is azt kívánom, hogy további munkáját végezze jó egészségben, és köszönjük szépen az eddigieket. Köszönöm szépen. Hozzászólás van-e, további jelentkezés? Tisztelt képviselőtestületi, mindenképpen elfogadással javaslom ezt a beszámolót, megköszönve igazgató úrnak a munkáját, munkatársainak a erőfeszítéseit, és mindaz a közmunka foglalkoztatásban résztvevőnek, aki jól végzi a munkáját. Természetesen, mert sok ilyen is van, azért ezt ne felejtsük el. Aki tudja támogatni a beszámoló elfogadását, kérem jelezze, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk, javaslat a települési támogatások rendszeréről szóló 7/2015 önkormányzati rendelet módosítására. Lakhatási támogatásról van szó. Nyilvánvalóan több bizottság, több rémium is tárgyalta ezt a javaslatot. A rendelet módosítása egyszerűbbé, átláthatóbbá teszi a támogatások elbírálását. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs elfogadása, javaslom. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogatjuk. Harmadik napi rendi pontunk, tájékoztató a város kül- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint a további feladatokról. Köszöntöm körünkben Harsányi Gábor urat, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság karcagi szakaszmérnökség mérnökét, aki arról is híres, hogy tanítványom volt 6 évig. Nem azért, mert rosszul tanult, hanem azért, mert 6-osztályos gimnáziumba járt. Mérnök úr, köszönjük a megjelenést, köszönjük a tájékoztatást. Kérdezem, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a leírtakat. Tessék parancsolni, megadom a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr, a felszólítást, és külön a megemlékezést a gimnáziumi évekről. Kiegészítéssel nem szeretnék, én egy pár gondolatba foglalnám össze a beszámolót. Itt ugye a tavaszi időszaknak a felkészülési dolgairól írtunk ebben az összefoglalóban, egy kis hidrometeorológiai értékeléssel, melyben látható, hogy olyan jelentős mennyiségű csapadék nem hullott a területünkre, a szakaszmérnökség területére. Itt inkább a tavasz, illetve a tél folyamán a hőmérséklettel volt a nagyobb gond, ugye majdnem extrémnek mondható hidegek is voltak. Ennek megfelelően a téli és zord napok száma viszonylag magas volt úgy az egy átlagos télhez viszonyítva, amely ugye bizonyos lefagyásokat csatornákban vagy jégképződésben, és ahogyan a Tiszán is láthattuk a híradásokban, indított meg. Az a szakaszmérnökség területét érintő Hortobágy-Berettyó főcsatornán nem okozott olyan nagy problémát. A hirtelen hóolvadással keletkezett belvizekkel a csatornák meg tudtak birkózni, illetve a szivattyú telepek üzemeltetése által mentesíteni tudtuk ugye a területeket. Mindösszesen olyan 1400 hektáros elöntés alakult ki a település határában. Ez a 1999 évi maximális elöntés az a 11200 volt, tehát ennek durván olyan 10%-a volt az idei évben.
Ugye évről évre már most a belügyminisztérium égisze alatt dolgozunk 2012 óta, nagyon stabilnak mondható a finanszírozás, így hát évről évre rengeteg munkát el tudunk végezni a szakaszmérnökséget érintő csatornákon, melyből Karcak határában körülbelül olyan 320 kilométer van, illetve ugye 11 szivattyú telepet üzemeltetünk ezen kívül. Ezeken a létesítményeken olyan 190 kilométeren végeztünk gaztalanítási munkát, 128 kilométeren vegyszeres gyomítást és 36 kilométeren kotrást. Saját eszközzel, vállalkozóval, illetve én is kiemelném a közfoglalkoztatást, hiszen a városgondnokságon kívül talán a szakaszmérnökség a második vagy harmadik legnagyobb ilyen közfoglalkoztató. Karcakról olyan 120 főt foglalkoztatunk jelenleg is a jelenleg futó program keretében. És ugye ezekkel az emberekkel, eszközökkel, amivel csak, ami csak rendelkezésünkre áll, végezzük a csatornák fenntartását, hogy a településről a kivezető csatornák állandóan olyan karban legyenek tartva, hogy egy extrém nagyobb csapadék esetén is rendelkezésre álljon a levezető biztonság. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm mérnök úrnak a szóbeli kiegészítését, és külön megköszönöm, hogy megtisztelte a testületülést jelenlétével. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, minden tél végén, tavasz elején nyilvánvalóan egy félelem itt a nagy mély területen, a Nagykunság fővárosában, hogy mi lesz a holvadás után, vagy hogyha valami komolyabb csapadék mennyiség érkezik, akkor hogy tudunk azzal elbánni, megbirkózni. Én úgy gondolom, hogy egyre jobbak a helyzetjelentések, hiszen az idén bár volt némi belvíz, de megközelítően sem olyan mértékű, mint a korábbi években, és ez sok mindenkinek köszönhető. Hát például a mérnök úrnak és csapatának, akik erősen dolgoznak, hogy ez a kérdés ne jelentsen problémát, valamint ismételten a városgondnokságot tudnám kiemelni, hiszen a városgondnokság is részese ennek a munkafolyamatnak, valamint a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat is. A beszámoló ma is a három érintett személy beszámolójából állt össze, és valóban azt láthatjuk, hogy egyre kedvezőbb a kép, a félelem most az idén semmiképpen nem volt indokolt, és ennek őszintén örülünk, főleg a gazdálkodók örülnek, hiszen a termés mennyiségét nagyban befolyásolja, hogy most van belvíz, vagy nincs belvíz. Én úgy látom, hogy nem csak Karcagon, hanem úgy egyáltalán a megyében is nagyon-nagyon jó kezekben van ez a gond és probléma, hiszen a megyei igazgatóság is beszámolt a közgyűlésen erről a témáról, és ott is hasonló pozitív eredményeket tapasztalhattunk. Köszönjük mindannyiunk nevében a munkát. Van-e kérdés, vélemény? Molnár Pál, képviselőtársam. Köszönöm szépen, polgármester, a szót, tisztelt képviselőtestület. A beszámolónak része volt a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulatnak a beszámolója, és igazgató úr megkért, hogy tolmácsoljam már azt, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai testületülésen, de hogyha olyan kérdés van, amire esetleg nem tudunk itt válaszolni, akkor későbbiekben természetesen írásban ezt meg fogja tenni. Azért az elmúlt időszakban nagyon nagy változások voltak a külterületet érintő belvíz elvezetési feladatok tekintetében, ugyanis a vízgazdálkodási társulatok gyakorlatilag teljes mértékben kikerültek a vízelvezetési problémák megoldásából, állami feladat lett, a szakaszmérnökségek látják el ezt a feladatot igazgatónak a vezetésével, és természetesen egy nagyon nagy kihívás ez számukra. A profit a szóljon polgármester úrból, hogy a külterületen is javult ez a vízelvezetési helyzet, azért nagyon-nagyon sok olyan önkormányzati csatorna van, és ez 90%-ban Karcak külterületén önkormányzati csatornák találhatók, amelyek ugye korábban a társatok kezelésében voltak, de gyakorlatilag nagyon sok csatornának most nincs kezelője. Bízom benne, hogyha olyan csapadékos időjárás következik be, amely nagy mennyiségű vizet fog hozni Karcak város külterületére, az állam ezeket a feladatokat zökkenőmentesen meg fogja tudni oldani. Természetesen a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulatnak az igazgatója engem biztosította arról, hogy ha olyan
olyan probléma van, amelyben esetleg ők is tudnak segíteni, olyan adhok jellegű feladatok vannak, amelyeket esetleg ők a tapasztalatukkal meg tudnak oldani, állnak rendelkezésre. Ami konkrétabban hozzánk tartozik a városhoz és a városgondoksághoz, az a város belterületének a vízelvezetése. Itt az anyagban is olvasható, gondolom, hogy mindenkinek föltűnt ez a óriási szám, hogy 180 km csatorna hálózat van bent a belvárosban, ezt kell rendben tartani. Az elmúlt években a sikeres önkormányzati döntések hatására és a sikeres pályázatok hatására olyan nagymértékben javult ezeknek a csatornáknak és árkoknak a vízelvezető képessége, hogy a szűk keresztmetszetet, mint ahogy az elmúlt év is bizonyított egy csapadékos, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékos időjárás időszak esetében, amikor is 70 mm csapadék esett le néhány óra alatt a városban. Ezek a csatornák már elbírták, ezek az árkok már elbírták vezetni ezt a nagy mennyiségű vizet, viszont a szűk keresztmetszet már az átemelőnél jelentkezett, annál az átemelőnél, amit úgy hívnak, hogy Vörösőrházi szivattyútelep. Az elkövetkezendőknek az lesz a feladata, hogy ezeknek a szivattyúknak a teljesítményét meg kell növelni. Jelen pillanatban egy atok jellegű megoldással megvan ez oldva, egy plusz szivattyú lett beépítve, de a hosszú távú megoldás a hosszú távú megoldás mindenféleképpen az lenne, hogyha egy pályázat keretében sikerülne felújítani ezt a szivattyútelepet. És hogyha ez sikerül felújítani, mind a csatornahálózat olyan állapotban, mind pedig a szivattyútelep képes azt a nagy mennyiségű vizet átemelni, amely az előbb említett 1-2 óra alatt lehulló 70 mm csapadék terhelése jelentette, ugyanis szerencsére igazgató is mondta, hogy a főművű befogadókat rendben tartják. Ezek tényleg olyan állapotban vannak, hogy minden alkalommal át tudtuk emelni, tehát visszaduzzasztás nem volt. Ha pedig olyan magas volt a vízszint, hogy már nem tudtuk gravitációs úton emelni, akkor ugye zsiliprezárással, a szivattyúk üzemeltetésével sikeresen át tudtuk emelni. Én úgy érzem, és igazgatónak is szeretném megköszönni azt, hogy mindig pozitívan állt hozzá a kéréseinkhez. Természetesen mi is sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítani, és ugyanis igazgató úr még nem olyan régen igazgató ennek a állami szemnek, ha jól emlékszem, 2 éve, de zökkenőmentesen ment a váltás előző igazgatóra, és nagyon jó viszony volt is a mostanival. Köszönöm szépen a szót, polgármester. Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést, hozzászólást. Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, kedves képviselőtársak. A március 27-i pénzügyi fejlesztési és mezőgazdasági bizottsági ülésen, amely a városgondnokságban volt kihelyezett ülés, téma volt ez a, illetve napirenden volt ez a napirendi pont is, és ott meghallgattuk Harsányi Gábor szakaszmérnök urat a Köti Vízig részéről, illetve Molnár Pál képviselőtársunkat a víztársulat, illetve a városgondnokság részéről. Mindkettőjüknek a szakszerű, korrekt előadását meghallgattuk, és a leírtak és az elhangzottak alapján a bizottság azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a testületnek is elfogadásra javasolja. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Pánti Ildikó képviselőasszony kér szót, tessék parancsolni! Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Ehhez a napirendi ponthoz Molnár Pál képviselő úrhoz tenném fel kérdésemet. Bár jó részt a választ már az előző napirendi pontok kapcsán is megkaptam, hogy tehát előttünk az anyag a 2017-re tervezett munkálatok, amiről ugye hallhattuk, hogy kihelyezett ülés keretében a bizottság is jóvá hagyta, elfogadta, és valóban ezeknek a fontossága nagyon is időszerű, és ezeknek az elvégzése. De mégis bátorkodom, mint körzetképviselő, föltenni a kérdést, hogy adódik-e, vagy nem adódik-e lehetőség az év folyamán, hogy a város belterületén az árok korrekció, illetve, hogy szakszerű legyek, az árok rekonstrukció munkálatait bővíteni. Mert ugye itt van egyértelműen az anyagban utcák, folyóméter, pontosan szakszerűen meg az anyagiak mellé téve, hogy esetleg van-e remény arra, bár még egyszer mondom, hogy a kérdése, a válasz már megkaptuk, igazgató úr is említette azokat a nehézségeket, amelyekkel az év folyamán nekik is dolgozni kell, de mégis bátorkodom, hogy esetleg van-e remény, természetesen, mint területi képviselő, a saját területemről szóltam. Köszönöm szépen!
egészen pontosan mit szeretne képviselő asszony akkor? Ez a, tehát 2017-re tervezett munkálatok sorában árok rekonstrukció, árok korrekció, tehát hogy bővülhetne a kör, esetleg újabb utcáknak a bevonásával, amire a képviselő javaslatot tenne, ha erre lehetőség. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a kérdést. Tisztelt képviselőasszony, a helyzet az, hogy ha ezt a tájékoztatót elfogadjuk, akkor ezzel együtt elfogadjuk azt a tervezést is, ami nyilvánvalóan nagyon szakszerűen van kialakítva évről évre, hogy milyen sorrendben és milyen rendszer szerint végzi el a városban a városgondnokság ezt a feladatsort. És nyilván úgy alakították ezt ki, hogy annyi árkot fognak felújítani, átalakítani, javítgatni, amennyi pénz a rendelkezésükre áll. Nyilvánvalóan akkor van lehetőség esetleg még további árkotnak a rendbetételére, hogyha a költségkeretet nem merítik ki. Úgyhogy ez egy ilyen talán. Talán, ha lesz, akkor igen. Tehát ez egy tervezet, és nyilvánvalóan nem hasaütéssel tervezte meg igazgatóúr és munkatársai az éves programot, hanem nagyon szépen tudatosan. Ha lesz maradt pénz, akkor nagy valószínűséggel igen. Egyébként felhívom minden kedves körzeti képviselőnek a figyelmét, hogy 2 millió forint áll rendelkezésére, pontosan ilyen célra, hogyha éppenséggel a tervezett munkálatokat nem tartja kielégítőnek vagy elégnek, akkor abból a 2 millió forintjából szépen fel tud használni erre a célra is. Köszönöm szépen. Van a további jelentkezés, András képviselő úr, tessék parancsolni. Köszönöm szépen az polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők. Én igazgató úrhoz fordulnék egy kérdésem. Tehát az elhangzottakból kiderül egyértelműen, hogy a csatornák állapotát viszonylag rendbe tudták tenni. Az én kérdésem az, és ez a pénzügyén is elhangzott, hogy azok a műtárgyak, amik igen fontosak ezeknek a csatornáknak a valódi működése szempontjából, hiszen azoknak a meghibásodása ilyen-olyan baja. Hiába van egy remekül megtisztított, kialakított csatornánk, ha a műtárgyakkal probléma van. Picit utána néztem ennek a dolognak, és ezen a területen a műtárgyainknak nagy része 30 évnél régebbi, öregebb. Nyilvánvalóan ez az állapotukat is jelzi, hogy milyen. Itt nagyon fontosak a zsilipék állapota, illetve az átereszek és azok a támok, amik bizony feltétlenül szükségesek a adott esetben a megfelelő vízelvezetéshez. Én kérdésem arra irányulna, hogy a későbbiekben ezeknek a karban, illetve hát megújítására, felújítására van-e pénz, van-e pályázati kilátás, hogy ezek megújuljanak. Ahogy a Molnár Pál képviselőtársamtól is elhangzott, maga a szivattyú rendszerünk is eléggé elavult. Bár vészhelyzet, illetve a jelenlegi szerencsére viszonylag a szájos időszaknak, vagy kevés csapadékos időszaknak megfelel, tehát nincs probléma, de adott esetben bizony probléma lehet, és én emlékszek, amikor itt a városban ilyen nagyon-nagyon magas volt a csapadék több napon keresztül, akkor bizony problémák keletkeztek pont a szivattyúház működése okán. Ahogy képviselőtársam elmondta, ez átmenetileg vagy rövid távon megoldódott. De kérdezem, hogy van-e lehetőség, és főleg pénzügyi lehetősége lesz-e a cégnek arra, hogy a későbbiekben ilyen fejlesztéseket hajtson végre. Illetve még egy kiegészítő kérdés, ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de ha jól emlékszem, a Berettyógát azon szakasza, amíg a karcagi határa ellenában, az is tartozik. Azt tudjuk, hogy amikor ilyen most volt a Berettyógi szintje, és a szakaszon megmozdultak át, semmiféle belvíz elvezetési probléma az elmúlt évben és az idei néhány hónapban sem volt. Én nem tudok semmiféle gátcsúszásról. Igaz, hogy régebbiek ezek a műtárgyak, de teljesen jól használhatóak. Semmiféle olyan jelzés nem érkezett hozzánk, hogy nem lett volna valami probléma. Amikor nagy víz volt, az tudja, mikor volt képviselő úr? 2006-ban, 11 évvel ezelőtt. Igazgató úrnak adom meg a szót, tessék parancsolni.
Köszönöm szépen. Az utóbbi kérdésre válaszolok először. Szóval ilyen biztos, hogy nem volt. Tehát az idei évben az első fokot sem érte el ezzel a kis hóolvadással a Hortobágy-Berettyó vízszintje, de én már 13 éve dolgozom a szakaszmérnökségen. Emlékeim szerint egyetlen egy alkalommal nem volt ilyen, pedig ugye azóta azért már jó néhány nagyobb árhullám is levonult. Ilyenre sor nem került, hogy egyáltalán megcsúszás vagy bármilyen ilyen egyéb jelenség jelentkezett. Szivárgások, csúrgások természetesen voltak, de hát ez természetes árvízi jelenség. Ezt a vízügyes berkeken belül tudjuk kezelni. A másik kérdés a műtárgyak kérdése. Ugye, mint említettem, a belügyminisztérium égisze alatt stabil a finanszírozása a vízügyi igazgatóságoknak, mint a szakaszmérnökségeknek. És ugye, mikor eredeti állapotban, míg át nem vettük a csatornákat, volt 90 km állami főműkarcak környékén, ez szökött fel 320-ra. Tehát 230 km-t vettünk át társulatoktól, önkormányzattól, üzemeltetésre, vagyonkezelésre, fenntartásra. Ezeknek az állapota zömében elhanyagolt volt. Az első lépcső az volt, hogy a csatorna végén lévő szivattyú telep stabilan tudjon üzemelni. Az első évben, mikor átvettük 2013-ban, az első évi forrásainkat arra biztosítottuk, hogy a csatorna végén lévő torkolati átemelő telepek stabilan, üzembiztosan tudjanak üzemelni, hiszen még hogyha lassan is folydogál el a víz a csatornában, a végén lévő szivattyú telepel üzembiztosan át lehessen emelni. A következő év programja az volt, hogy a csatornák zömét fogjuk fel, tisztítsuk meg amennyire lehet a növényzettől, és megalkottunk már most itt saját magunkban a szervezeten belül egy olyan középtávú fenntartási stratégiát, vagy fenntartási láncot, ami belátható időn belül jelentősen csökkenti a fenntartási költségeinket. Azt a néhány éven belül csökkenő fenntartási költséget tudjuk majd a műtárgyak állapotára átfordítani. Tehát ugye nyilvánvalóan mi is, amikor ezt átvettük, rendszerszemlélet alapján vettük át, rendszerszemléletben kezdtünk el dolgozni a műveken. Ez a munka elindult, stabilan finanszírozódik, hogy így fogalmazzak, már évek óta. Ha ez a tendencia nem változik a elkövetkezendő években sem, akkor természetesen igen, látunk rá lehetőséget, fejünkben vannak azok a tervek, és a kollégáim fejében vannak azok a tervek, amik ezt alátámasztják, ezek a rekonstrukciós munkálatok. Pályázatokról nem tudok nyilatkozni, mert nem tudom, hogy milyen pályázati források fognak majd rendelkezésre állni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük a megnyugtató választ igazgató részéről. Molnár Pál képviselő úr, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, polgármester, a szót Pánti Ildikónak a felvetésére szeretném mondani, hogy első napi rendi pontnál említettem, április 3-ától 60 fővel újabb közfoglalkoztatási program indul, amelyből 20 fő a belvíz rendezésnél fog dolgozni, és ezek nem annyira zárt programban dolgoznak, mint a Startmunka programra. A Startmunka program egyébként abban különbözik ettől a hosszabb távú közfoglalkoztatástól, hogy a teljes napra lebontott tervet kell leadni, utcára, helyrazi számra lebontva, míg a hosszabb távú közfoglalkoztatásnál nagyobb mozgás lehetősége van a városgondnokságnak. Azból a 20 főből természetesen lehet arról szó, hogyha adhok jellegű problémákat kell megoldani, dugulás, átrez beszakadása, árok tisztítás, ezeket a feladatokat ezzel a 20 fővel meg fogjuk tudni oldani, úgyhogy természetesen mellette van a 60 fő a Startmunkaprogramból. Egyébként ebben az évben nagy hidegek hatására Bikástólnak a felét is sikerült a NÁV-tól megtisztítani, tehát én nem emlékszem rá, hogy 10 éve, hogy rá tudtunk volna menni. Elég komoly munkák folytak egyébként abban a körzetben is, hogy annak a körzetnek a vízelvezetését biztosítja Bikástól is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Van-e további jelentkezés? Amennyiben nincs, én tisztelten megköszönöm mindazoknak a munkáját, akik a kül- és belvízvédelem ügyében munkálkodtak és munkálkodni fognak. Elfogadásra javaslom a tájékoztatót, aki egyetért ezzel, kérem jelezze, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat támogattuk, fogadtuk el, köszönöm szépen. Negyedik napi rendi pontunkhoz értünk, tájékoztató a kül- és belterületi út- és járdajavítások szükségességéről és az elvégzendő feladatok megállapításáról. Tisztelt képviselőtestület, mint ahogy ebben az anyagban is, illetve az előző anyagban is elképesztő méreteket hallottunk a
árok hosszáról. Itt az út és járda hosszok is elég meglepőek, akik úgy először olvassák ezt az anyagot. Irdatlan mennyiségű útról és járdáról kell gondoskodni a városunkban. Nos, elérkezett a jó idő, ezzel együtt a felmérések kártyúügyben, javítások ügyében megtörténtek, a felmérés megtörtént, és ennek eredményét találjuk ebben az anyagban. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás ehhez utcára, házszámra, négyzetméteren lebontva találhatjuk a javítandó kátyukat és járdai javításokat. Kérdés, hozzászólás van ehhez? Tapasztalatém szerint már el is kezdődtek a munkálatok. Nem, mert ott van egy jelentkezés. András képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr, elnézést. 30 millió forint van gyakorlatilag, ha jól tudom, arra a célra, hogy a város kátyúit, illetve hát az ilyen jel, nem jól tudom, akkor majd ki fog javítani képviselőtársam. Tehát az én tudomásom odáig terjedt. Én úgy gondolom, hogy ez igen kevés pénz, de hogyha ennél jóval több van, annak nagyon tudunk örülni. A városban tényleg a városhoz tartozó utak között is nagyon sok olyan van már, ami gyakorlatilag szinte teljes burkolatcserét igényelne. Lehet a kátyúzással valamilyen szinten menteni a helyzetet, ez egyértelmű, de bizony nagyon nehéz a helyzet, nagyon sok helyen. Tudom, hogy ehhez iszonyat sok pénz van, vagy kellene, épp az, hogy nincsen. Én tudom, hogy tegyek rá javaslatot majd a költségvetésbe, hogy honnan kerítsünk rá. Én azt mondom, hogy próbáljunk meg abba az irányba, ha elérhető pályázatok, ami ilyen irányú, azokat megpályázni és elérni ezeket a pénzeket. Gyakorlatilag ezek egy nagyon sürgős és napirendes történetek, ugye, mert gyakorlatilag a 2020-ig elérhető pályázati pénzeknek a kiírása megtörtént, gyakorlatilag március végével. A későbbiekben, tehát aki időben ott van, az időben hozzájuthat, vagy egyáltalán szerencsés nyertese lehet ezeknek a dolgoknak. 2020 után sokkal nehezebb lesz pályázati pénzekhez jutni, sokkal nehezebb feltételekkel. Tehát, hogyha a város, az önkormányzat a saját fenntartású úthálózatát szeretné jobb állapotba hozni a jelenleginél, akkor gyakorlatilag itt ez a két év áll rendelkezésünkre nagyjából, hogy komolyabb fedezetet találjunk rá. A másik, amit gondoltam, hogy a 30 millió forint, de örömmel várom, ha a számot ki fogják javítani fölfele, a kátyúzáson kívül a járdajavításokra szinte nulla tartalékot ad, viszont a járdák a főtért, és itt a közvetlen belvárostól eltekintve bizony nagyon rossz állapotban vannak. Kicsit furán fogalmazva azt mondtam a pénzügyi bizottságon, hogy próbáljon meg valaki egy babakocsit úgy eltolni 15 méteren keresztül, hogy nem esik ki a gyerek belőle. Tehát én azt mondom, hogy bizony a járdáinkra is figyelmet kell fordítani, amellett, hogy a közútjainkra, tehát a város útjaira fokozott figyelmet szentelünk. Remélem, hogy tudunk rá pénzt keríteni, és akkor várnám képviselőtársam örömteli hozzászólását, amivel közli, hogy milyen sok pénz van erre. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, ön tendenciózusan borulátó. Én egyetlen gyerekről sem hallottam, aki kiesett volna eddig a babakocsiból, pedig elég sok gyereket kezdenek el tologatni itt a jó idő beköszöntével, úgyhogy ez megint csak rémír. Az igaz, hogy sok javítani való útszakasz és járdaszakasz van, ez kétségtelen. Mi minden pályázata ebben teljesen egyetértünk, le fogunk csapni, ami a út és járdajavításokat célozza meg. Ez magától értetődő. Egy csapásvonalat ki kell alakítani, itt is ilyen tervek szerint célszerű dolgozni, és ezen az úton járunk, úgyhogy próbáljuk a lehető ebben az anyagban a legbalesetveszélyesebb, legrosszabb út és járda szakaszok találhatók. Meg fogjuk találni a módot arra, hogy teljes útszakaszokat is aszfaltozunk le, de az nem az idén lesz.
várunk mi is azokra a kedvező pályázatokra, mert botorság lenne elszalasztani azokat és beleölni komoly összegeket. Tehát bizonyára lesznek ilyen pályázatok, azokat szeretnénk mi is kihasználni. Van egy további jelentkezés, észrevétel, Molnár Pál képviselő, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót. Jól látta polgármester úr, valóban mozognak a úthengerek a városban, viszont egyelőre még ez a hideg aszfalt, ugyanis a elmúlt évben sikerült pályázatból hideg aszfaltot vásárolnunk, amely akkor is felhasználható, amikor még a keverők nem indulnak el. Ez egy műgyantás készítmény, amely nem olyan tartós, viszont arra nagyon jó, hogy a tél folyamán keletkezett legszükségesebb kátyukat betömjük vele, nem követteszünk be, amit rögtön kihordanak az autók, de képviselőnek abban teljes mértékben igaza volt András képviselőtársunknak, hogy ez nem tartós, ez körülbelül egy fél évet bír, azután kiesik, de ennek ez is a célja, hogy egy adhok jellegű, ez zsákba lehet egyébként kapni, zsákos aszfaltnak is hívják, ennek a munkálatai valóban folynak, viszont a meleg aszfalt, amikor a meleg aszfaltozás akkor kezdődik, amikor az aszfaltkeverők elindulnak, ez jövő hétre tehető, földesről holjuk, a földesi keverő akkor fog elindulni, és a anyagból az kiderül, hogy 32 millió forint van az úthíd kereten, viszont ez az úthíd keret járda készítésre, járda felújításra fog fordítódni. Folytatva azt olyan elképzelés van a városvezetésnél, hogy folytatjuk azokat a szép járdákat, amelyek eddig is kialakításra kerültek, és ez a 30 millió forint, 32 millió forint erre lesz fordítva. Ami kátyúzásra rendelkezésre áll, az a közmunkaprogramokban van, a startmunkaprogramban, valamint a jövő héten induló hosszabb távú közfoglalkoztatásban is be van állítva. Ez viszont még rosszabb, és természetesen nem kioktatni akarom ezzel képviselőtársamat, hanem fölhívni a figyelmet, ez még rosszabb adatok, tehát nem 30 millió forint a kátyúzásra, az aszfaltozásra, hanem csak 18 millió forint. De én úgy érzem, hogy ez a mennyiség, még hogyha újabb kátyúk fognak keletkezni, ez a pénzösszeg és az ebből vásárolandó aszfalt mennyiség elég lesz ahhoz, hogy a kátyús útszakaszokat az egész város területén ki tudjuk javítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, így kerek a történet. András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Csak egy nagyon-nagyon rövid megjegyzés az elhangzottakkal közül. A számok miatt elnézést kérek, hogyha nem voltam pontos. Örömteli hallani azt, hogy azért a járda felújításokra jelentős összeg, tehát az a 32 millió forint rendelkezésre. Én egy kéréssel fordulnék még akkor képviselőtársamhoz, illetve polgármester úrhoz. Látható, hogy a zebrák állapota a városban a tél folyamán nagyon leromlott. Legalább azokon a frekventált helyeken, iskola, ami nagyon fontos, ahol gyerekek közlekednek, ott próbáljuk meg a festését ennek kijavítani, valahogy beszorítani ebbe a keretbe a zebráknak a felújítását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ez meg is fog történni természetesen, képviselő. Hát az idő jobbra fordulásával lehet ezeket a munkálatokat elvégezni. Van-e további jelentkezés ebben az ügyben? Ha nincs, akkor a tájékoztató elfogadását javaslom, aki tudja támogatni. Kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. Köszönöm szépen. 5. napi rendi pontunk, beszámoló a Madarászium Egyesített Óvodában folyó egészséges életmódra nevelésről, mozgásfejlesztésről. Köszöntöm különben Golyás Ferencné intézményvezetőasszonyt. Ezt a gyönyörű anyagot kívánja-e szóban még kiegészíteni néhány mondattal? Igen, megadom a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Röviden szeretném kiegészíteni az anyagot. Igyekeztem az óvodánkban megvalósuló egészséges életmódra nevelésről egy teljes átfogó képet adni a képviselőtestület valamennyi tagjának, hiszen Karcagváros önkormányzata által fenntartott óvodai intézmény 9 óvodájában több mint 700 kisgyermek nevelését valósítjuk meg nap mint nap, reggel 6 órától este 6 óráig az óvoda nyitvatartási idejében, hiszen az egészséges életmódra nevelés az az egyik olyan alapfeladatunk, alapterületünk, kiemelt feladatunk, amely megjelenik az óvodába érkezés pillanatától, és egészen az óvodának a kapujának a bezárásáig van tennivalónk nekünk, óvodapedagógusoknak, dajkáknak, pedagógiai asszisztenseknek és a bennünket segítő egyéb személyzetnek.
Az óvodai nevelésben két területet emeltem ki a beszámolómban, ez a tartásjavító torna és a tehetséggondozás területe, amely kiemelkedő és egyedülálló azt gondolom a térségben, hiszen valamennyi olyan 5 és 6 éves korú gyermekünk részt vesz védőnők, házi orvosok, gyermekorvosok által javasolt gyermekek fejlesztésében, akik valamilyen prevenciós mozgásfejlesztésben vesznek részt. Óvodapedagógusaink emellett a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek, így mozgásfejlesztő testi mozgás, kinesztetikus tehetségműhelyeinkben fejlesztik óvodás gyermekeinket. Az egészséges életmódra neveléshez hozzátartozik a gyermekek gondozásán túl a gyermekétkeztetés. A gyermekétkeztetés keretén belül az óvodában biztosítjuk a kulturált étkezés feltételeinek megteremtését, valamint a kulturált étkezési szokások kialakítását. Az óvodás gyermekek igen nagy létszáma térítésmentes étkezésben részesül, hiszen a gyermekek 90%-a jogosult az ingyenes gyermekétkeztetésre, amelyet napi háromszori étkezés formájában biztosítunk az óvodában. Személyi feltételeinkben azt tudom mondani, és köszönöm egyben a képviselőtestületnek, polgármester úrnak, hogy intézményünkben a személyi feltételek biztosítottak, kiegyensúlyozottak. A közalkalmazotti létszámunk mellett egy folyamatos kisegítő személyzettel rendelkezünk. Itt a csökkent munkaképességűekre gondolok, aki 8 fő 4 órában dolgozik az intézményünkben, valamint a 28-án munkába lépett 25 fő közcélú foglalkoztatás keretében foglalkoztatott alkalmazott, akik szintén az óvodák udvarainak, épületeinek karbantartását végzik, biztosítva ezáltal az egészséges környezetet a gyermekek számára. Tárgyi feltételeink kiegyensúlyozottak, bár ahogyan a beszámolomban megfogalmaztam, változóak, hiszen az elmúlt évek nagyütemű óvodafejlesztései során rendelkezünk olyan óvodákkal, amelyek kiválóak, egyedülállóak, azt hiszem a 21. század óvodai nevelésének maximálisan megfelelnek, és vannak olyanok, amelyek a folyamatos karbantartás mellett megfelelőnek mondható, azonban a hosszabb távon fejlesztésre szorulnak. Kiemeltem a beszámolomban azokat a programokat, és szeretném megköszönni az óvodába járó gyermekek szüleinek, hogy részt vesznek velünk, és együtt vannak azokon a programokon, amelyeket az óvodai nevelés keretein belül valósítunk meg. Itt gondolok azokra az egészségnapokra, sportdélutánokra, konyhakerti programokra, amelyeket igen nagy számmal látogatnak, hiszen ezzel is szeretnénk kolléganőimmel mintát adni, példát adni a szülőknek, hogy hogyan is lehet hasznosan eltölteni a gyermekükkel a szabadidőt, és mindemellett hangsúlyt fektetve az egészséges életmódra, a mozgásfejlesztésre. Az óvodáink udvarán a mozgásfejlesztő játékeszközök biztosítottak, ezeknek a megfelelőségét folyamatosan bevizsgáltatjuk. Az elkövetkezendő időszakban fejlesztéseink meg fognak valósulni, amelyeket szeretnénk megvalósítani már ebben az évben. Így elsőként a fejlesztéseink között a Csokonai úti óvodában egy nagyütemű fejlesztés indul meg az intézmény költségvetéséből udvari játékeszköz fejlesztésre. A Táncsics körút 19-es óvodánkban egy szülő támogatásával egy vitamingyártó cég az országban 3 óvodát támogat, így egy 1 millió forintos udvari mozgásfejlesztő játékeszköz kerül az óvoda udvarára telepítésre az elkövetkezendő hetekben. A Kinizsi úti óvodának a melegítő konyhája önkormányzati pályázati támogatás során meg fog kezdődni a nyár folyamán, ezáltal is biztosítva az egészséges életmódra nevelést. Bízom abban, hogy a Táncsics körút 19-es óvodánkban a meglévő tornaszoba tervrajza megvalósításra is fog majd kerülni, hiszen a pályázati forrás jelenleg nyitott, és én bízom abban, hogy a képviselőtestület támogatni fogja azon elképzelésünket, hogy ebben az óvodában a tornaszoba megépüljön, hiszen ez a tornaszoba a 700 gyermekünk közül 200 gyermeknek, a Táncsics 17 és a 19-es óvodának a gyermekeinek a mozgásfejlesztésére.
fejlesztését, a mindennapi testnevelését biztosítani fogja, amennyiben támogatást kap, hiszen ott jelenleg van egy tornaszobánk, amely nagyon rossz állapotban van. Vannak olyan programjaink, amelyek az elmúlt időszakban kerültek megszervezésre. Ezek közül szeretném kiemelni a Sportolj velünk sportágakat népszerűsítő rendezvényt, amely tavaly első alkalommal, ebben az évben pedig április 23-án fog megszervezésre kerülni a Karcagi Sportegyesület és az általános iskolák, a Sportegyesület szakosztálya és az edzők és az általános iskolák testnevelő tanárai és diákjai által. A Kuthenúti óvodánknak az udvarán lévő játszóteret alapítványunk, a Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyermekekért Alapítvány támogatásával szeretnénk fejleszteni, hiszen ott az óvoda belső tere csodálatos teret biztosít a mozgásfejlesztéshez, az egészséges életmódra neveléshez. A Jókai úti óvodánkban tanösvény kialakítása kezdődött meg, amelyet a Cargill, a karcagi cég támogat pályázati támogatással, valamint ennek a tanösvénynek a támogatása, megvalósulásának a támogatása Karcagi Nagy Zoltán képviselő, önkormányzati képviselő úr támogatásával egészült ki a beszámoló beadása óta. Ezen fejlesztési célok mentén kívánjuk tárgyi feltételeinket az elkövetkezendő időszakban javítani, amelyhez tisztelettel kérem a képviselőtestület támogatását. Megköszönöm Dobos László polgármester úrnak, az önkormányzat képviselőtestületének azt, hogy az intézmény költségvetésében biztosítottak azok az anyagi erőforrások, amelyekkel a gyermekeket, több mint 700 gyermeket nap mint nap egészséges környezetben tudunk fogadni. Biztosítani tudjuk számukra azt a kulturált, higiénikus környezetet, amelyben magas szinten tudjuk megvalósítani az óvodai nevelésünk alapfeladatait. Szeretném megköszönni azokat a lehetőségeket, amelyeket a személyi feltételeink javítására kaptunk. Köszönöm azt az érdeklődést, amelyet az óvodai programjaink iránt tanúsítanak, és a beszámolóban felsorolt programjainkon részt vesznek, elismeréssel szólnak a kollégáim felé az ott megvalósult szakmai programokról. A nevelőközösségünk nevében én bízom abban, hogy a fenntartói támogatásra az elkövetkezendő időszakban is számíthatunk, és kérem a képviselőtestület elfogadását a beszámolónk iránt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést, tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim. Tudjuk, látjuk, érezzük, és hallhattuk most is, és olvashattuk is, hogy milyen, és örömmel teszik, hogy milyen pezsgő élet folyik a oldáinkban. És ezen a területen is már, mint az egészséges életmódra nevelés, illetve az egészségfejlesztés területén is nagyon sok szép olyan munka folyik, ami elősegíti mind a két területnek a fejlesztését. Egyébként ebben a korban kell valóban elkezdeni, az egészséges életmódra nevelés most lehet rászoktatni, gyerekkorban lehet rászoktatni mindenkit arra, hogy olyan módon étkezzen, válassza meg az étkezési szokásait, az élelmiszereket a tudatosan, ami a későbbiek folyamán már vérévé válhat. És hát mondjuk könnyű a helyzet, hiszen ebben a korban ezek a gyerekek nyűhetetlenek, tehát nincs az a terhelés, ami kimeríteni őket, ez a nagyszülők is meg tudják erősíteni bólogatásukkal. Ki kell használni ezt a lehetőséget, és ezt jó látni, hogy az óvodákban milyen okosan használják ki. Vitára bocsájtom, beszámolott kérdés, hozzászólás van-e? Szepesi Tibor képviselő, tessék, parancsol. Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt igazgatóasszony, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta természetesen az anyagot, egyhangulag elfogadta, mint ahogy egyhangú támogatásáról biztosította az óvoda valamennyi dolgozóját, munkaközösségét, hiszen ahogy az anyagban és a kiegészítésben is elhangzott, egy
borzasztó tágfogalom az egészségnevelés, a gyermekek testi, lelki fejlődését takarja. Tehát mindent, amit az óvodában elvégeznek, és minden, ami a fejlődésükhöz, az egészséges fejlődésükhöz szükséges. Én azt gondolom, hogy köszönetünket fejezhetjük ki az óvoda teljes nevelőtestületének, teljes kollektívájának, és további sok sikert kívánunk ehhez a munkához. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást. Egyetértek. Van-e további jelentkezés? Tisztelt képviselő hölgyek, urak! Intézményi asszonynak én is szeretném megköszönni külön azt a nagyon okos, tudatos gardírozást, amit folytat az óvodákban, és köszönöm munkatársainak is a munkáját. Nem véletlenül van olyan sok érdeklődő a szülők, nagyszülők, hozzátartozók részéről, de a képviselőtestületi tagok részéről is a különböző rendezvényeken, eseményeken, mert ezek jó rendezvények. Érdemes meglátogatni ezeket, ellátogatni ezekre a rendezvényekre. Köszönöm a munkájukat. Aki tudja támogatni a beszámoló elfogadását, jelezze igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönjük szépen. További sok erőt kívánok, hiszen a óvodában most pezseg az élet különösen, hiszen olyan napok következnek, amikor szinte mindig van valami rendezvény. Mikor lesz a záró rendezvénye az intézménynek? Jövő pénteken, ugye? Hogyha jól emlékszem. Tessék? Ez is mutatja, hogy milyen szép munka folyik itt, szakma is elismeri. Köszönjük szépen és gratulálunk! 6. napi rendi pontunk, javaslat a Karcag Testvérváros Egyházközség Alapítvány alapító okiratának módosítására. Tisztelt jelenlévők, a közalapítványban személyi változások történtek. Kovácsi Nemes Margit lemondott kuratóriumi tagságáról. Köszönjük a kuratóriumban végzett munkáját, és Potornai Rita a javaslat arra, hogy elfoglalja ezt a posztot, neki pedig, hogyha támogatjuk, akkor jó munkát kívánok már most előre. Vitára bocsátom a napi rendi pontot, kérdés hozzászólás van-e, tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 7. Bocsánat, itt két határozatról kell döntenünk. Azt mondja, hogy először is a közalapítvány alapító okiratok módosításáról döntünk, amiben elfogadjuk az új személy felvételét. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el, illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásáról is kell döntenünk. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 7. napi rendi pontunk, javaslat a kedvezményes pályaépítési programba való részvételre. Tisztelt jelenlévők, a Magyar Labdarúgó Szövetség lehetőséget biztosít önkormányzatunk számára, hogy egy 20-40 méteres műfüves pálya kialakítása megtörténjen a városunkban. Ezt örömmel fogadjuk, ráadásul olyan módon, hogy a bekerülési költség töredékén lehet ezt megvalósítani. Tehát azt mondja, hogy körülbelül olyan 32 millió forintba kerül egy ilyen pálya kialakítása, és itt egészen pontosan egy kicsivel több mint 3 millió forintunkba kerül. Én úgy gondolom, hogy nem szabad kihagyni ezt a lehetőséget, hogyha ilyen van lehetőségünk, akkor erre le kell csapni, és én javaslom, hogy a Kovács Mihály általános iskolának a területén kerüljön az elhelyezésre, ahol védve van központi iskola, és egyre nagyobb az igény a műves pályáknak a meglétére és használatára. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Kérdés, hozzászólás van-e? Na, itt lenne nagy hiba nem támogatni, mert hát ez szinte ingyen van. Ha elfogadjuk, jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 8. napi rendi pontunk, javaslat a Karcag Tilalmasi Mezőgazdasági Korlátorfelelősségű Társasággal kötendő, a társaság tulajdonában lévő kutak és vízhálózat bérletéről szóló megállapodásról, valamint a 99/2014 KT számú határozat és az azt módosító határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló 179/2016 KT számú határozat módosítására. Tisztelt jelenlévők, tudjuk nagyon
nagyon jól, hogy évek óta béreljük a kutat, ott a nevezett mezőgazdasági társaságtól, és úgy ítéljük meg, hogy még ezt a bérleti időt célszerű tovább bővíteni, nyújtani egészen az év végéig. Szakbizottság gondolom megtárgyalta, támogatta, vitára bocsájtom, kérdés hozzá szólás van-e? András András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban természetesen egyetértünk azzal, hogy hosszabbítsuk meg ezt a szerződést a nevezett céggel, mert a tilalmasi lakosoknak szükségük van erre a vízre. Azonban megjegyezném, hogy emlékeim szerint valamikor 14 környékén merült fel ez a probléma, hogy ott a vízellátással gond van. És 2014 óta gyakorlatilag, tehát a 2015-ös év egész év, 16-os év egész év, gyakorlatilag az ipari vagy háztartási vizet ezen a bérleti szerződésen, illetve ettől a cégtől, cégen keresztül oldottuk meg. Az ivóvíz kérdését viszont palackozott víz kijuttatásával oldottuk meg. Természetesen ezeknek az embereknek szükségük van az ivóvízre, mint minden magyar állampolgárnak joguk is van hozzá. Azonban azért ez jelentős pénzébe kerül az önkormányzatnak. Tehát pénzügyi bizottságon elhangzottak alapján nagyjából évente egy 8 millió forint költséget jelent az önkormányzatnak. Ez a kérdés, ez két év alatt 16 millió forint, tehát azért ez egy elég jelentős összeg. Emlékeim szerint a belügyminisztérium annak idején komoly ígéretet tett arra, hogy ebbe a kérdésbe segít a városnak, segíti a tilalmasiak vízkérdésének a megoldását. Én úgy gondolom, hogy ebbe az irányba nem ártana megmozgatni egy kicsit a belügyminisztériumot, hogy a tett ígéretének nem ártana, ha eleget tenne, mert a városi kassa ugyan kimeríthetetlen, de azért ne nyúkáljon a belügyminisztérium ennyire bele. Én úgy gondolom, ha tesz egy ígéretet, akkor nem át, hogyha azt úgy be is tartja, különösen egy belügyminiszter. Én úgy gondolom, hogy meg lehet oldani a tilalmasiaknak a kérdését, és a városnak ugye ez azért nem mindegy, hogy mennyi. Ráadásul tudjuk, hogy az a bizonyos kedvenc cégem, a TRV, plusz nyilatkozatot tett annak idején, hogy a itteni készülő művek tervezésébe aktívan és segítően vesz részt és működik közre. Hát reméljük, hogy ez így is történik. Arra kérném polgármester urat, hogy ez irányba próbáljunk tenni lépéseket. Nem mindegy, hogy a városnak mennyibe kerül ez. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. A megmozgatásról, meg a mozgás fejlesztés az előző napi rendben volt szó. Természetesen szorgalmazzuk majd ezt a dolgot, nem felejtettük el. Jelenleg ez a leggazdaságosabb megoldás. Nem tudunk más csinálni. Nyilván, ahogy képviselő említette, az ivó víz, ez mindenkinek joga van, és ezt mi biztosítjuk. Amint lehetőség lesz erre, nyilván a belügyminisztérium is mozdulni fog. Addig is egy közbülső megoldás, nem az ivóvíz, hanem a gazdasági vízügyében a napi rendi pontunk most. Ehhez van-e valakinek még további véleménye, kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor javaslom a elfogadást. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen, tehát ez év 31-éig oldjuk meg, várva az, hogy más egyéb lehetőség adódik. 9. napirendi pontunk, javaslat a Karcag Beltéret 6932/2 helyről számú ingatlan használatbeadási szerződésének megkötésére. Munkásőrbázisról van szó egészen pontosan. Két intézmény kerül ebbe a felújított munkásőrbázisba. Egészen pontosan a Karcagi Többcélű Kistérségi Társaság Szociális Szolgáltató Központ, illetve a Karcagi Hírmondó. Lehetőségünk volt arra, hogy mind a két intézménynek megfelelő területet alakítsunk ki a munkásőr bázis területén.
megtettük, amit meg kellett, hiszen az áldatlan állapotok uralkodtak az egyik oldalon, a másik oldalon meg egy olyan feladatot látnak el, ami kötelező, és azt is meg kellett oldanunk, itt tudtuk megtenni. Vitára bocsájtom, van napirendet kérdés, hozzászólás van-e? Elfogadásra javaslom. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 10. naprendi pontunk. Javaslat a Kalca Kacsi úti zászám alatti 228 helyzeti számú ingatlan értékesítésére két pályázat elbírálására. A jéggyárról van szó. Tetszenek emlékezni, hogy pályázatot írtunk ki. Egy pályázat érkezett, és ahogy a gazdasági tanácsadó testületen megegyeztünk, egy értékhatárt állapítottunk meg 15 millió forintba. A pályázati ajánlat ennél sokkal kevesebbről szólt, úgyhogy most két ügyben kell döntenünk. Egyrészt a beérkezett pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és egy versenyeztetés útján történő értékesítésről. Vitára bocsájtom a kérdést. Vélemény? Kérdés van-e? Ha nincs, akkor az eredménytelenné nyilvánításról döntsük elsőként. Aki ezt el tudja fogadni, jelezze igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulak. Fogadtuk el, és miután azért a természetesen a szándékunk megvan továbbra is, így aztán a ingatlan versenyeztetés útján történő értékesítéséről is döntsünk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 11. napirendi pontunk, javaslat a Kalcagi térségi hulladékgazdálkodási közszolgáltató non-profit Kft. Üzletrészének részbeni értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat megtételére. Tisztelt képviselőtestület, csak hogy nagyon röviden, de mégis képbe hozzak mindenkit, aki esetleg nem kapott valamilyen tájékoztatást. Kimondva kimondatlanul, mi szeretnénk régió központ lenni a hulladék gazdálkodás területén. Na most az kell, hogy minél nagyobbra bővüljünk, és megfelelő munkálatok eredményeként úgy tűnik, hogy sikerül a tárgyalások alapján bővíteni a köreinket. Mégpedig lenn Kisújszállás és Túrkeve és egymás települések vezetőit is megkerestük, és összeültünk, és tárgyaltunk, és hajlandóságot mutatnak arra, hogy hozzánk csatlakozzanak, és nyilvánvalóan ezzel mi rosszul nem járunk. Emiatt van szükség erre a napirendi pontra, és ennek a napirendi pontnak az elfogadására. Tehát mi mindenképpen egy központ szeretnénk lenni, és hajlandóság mutatkozik sok irányból arra, hogy ez meg is történjen. Én javaslom, hogy támogassuk ezt a napirendi pontot. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 12. napirendi pontunk, javaslat a Kalcának Horváth Ferenc utca 3-5 alatti 158 négyzetméter alapterületű nem lakásszínjára szolgáló helyiségek virtuál shopping korlátor felelősségi társaság részére történő bérbeadásra. Jelenleg is bérlik ezt a területet, egyéb más tevékenységet is szeretnének folytatni ebben az üzlet részben. Kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Én úgy gondolom, hogy nincsenek sok akadálya. Jelenkezést nem látok, szavazzunk, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el, köszönöm szépen. 13. napirendi pontunk, javaslat a Kalcak Beltről 2979/14 és a 4552 helyrezi számú ingatlanok Méntelepi útra történő elnevezésére. Tisztelt jelenlévők, címképzés érdekében van szükség erre a döntésre. Kérdés, hozzászólás van-e? Támogatjuk-e? Igen. Nem. Egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 14. napirendi pontunk. Javaslat a 02290 helyrezi számú csatorna használatba történő átadása Horvátné Farkas Adrien részére szóló 15/2013 KT számú határt módosítására. Szerződő fél, akivel odaadtuk ezt a helyrezi számú területet, megváltozott, ezért szükséges a módosítás. Kérdés, hozzászólás van-e? Támogatjuk-e? Igen.
Nem, egyhangulag fogadtuk el, köszönöm szépen. 15. napi rendi pontunk, javaslat az Ádorhíd közelében elhelyezkedő 02258/1 helyrajzi számú külterületi ingatlan haszonbérbe adására a kiírt pályázat eredményének megállapításáról szóló 194/2002 KT számú 6-at módosítására. Istentelen hosszú a cím, rövidebb lesz a tartalma, és remélem a döntésünk ideje is itt a Kft. Székhelyében is ügyvezetőjének nevében történő változás miatt van szükség a módosításra. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor szavazzunk, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 16. napi rendi pontunk, javaslat az egyes ingatlanok Szent Anna-i Sámuel Gimnázium szakközépiskola és kollégium részére történő használatba adásról szóló 209/2015 KT számú 6-at módosítására. A megváltozott ingatlan nyilvántartási adatok miatt szükséges a használatba adási szerződés módosítása. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 17. napi rendi pontunk. Javaslat az 507/2 és az 507/3 számú voltitás tampája haszonbérbeadásáról szóló 205/2010 KT számú határat módosítására. Kérdés, hozzászólás van ehhez? Rutin feladat ez is. Szavazzunk. Igen, nem. Egy hangulat támogattuk. Köszönöm szépen. 18. napi rendi pontunk, a javaslatok. 8 jelentés található az anyagunkban. Bármelyikhez van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye valakinek? Összevont szavazásban döntünk, el tudjuk-e fogadni a javaslatokat? Igen, illetve a jelentéseket? Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat támogattuk. 19. napi rendi pontunk, javaslat a Katak belterületi 5964/1, 5964/2 és 5985 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezéséről és az 5964/2 helyrajzi számú ingatlanon található építmény és az alatta lévő földterület tulajdonjogának átruházására. És ahogy a testületi ülés elején említettem, ezt már zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselő testület. Így kérem mindazokat, akik nem érintettek a napi rendi pont megtárgyalásának, legyenek kedvesek az üléstermet ideiglenesen elhagyni. Pontunk javaslat az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozások ír pályázaton való részvételről szóló 15/2017 KT számú 6-at módosítására. Hiánypótlásról van szó. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van ebben a kérdésben? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 25. napi rendi pontunk, javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása igénylésére. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, van erre lehetőség, én úgy gondolom, hogy élni kell ezzel a lehetőséggel. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ehhez? Javaslom a támogatást, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk, köszönöm szépen. 26. napi rendi pontunk, javaslat a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium szakmai alapdokumentum módosításának a véleményezésére. Tisztelt jelenlévők, az alapdokumentum véleményezését a képviselő testületnek is meg kell tennie, és itt rögtön 8 hatati javaslat elfogadásáról kell döntenünk. Kérdés, hozzászólás van-e? Eléggé szakmai, a téma nem tudom, bizottság tárgyalta-e? Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor szerintem kezdjük meg a szavazást. Szavazunk az első hatati javaslatról, ami a 6.2 pontba kerüljön felvételre a fejlesztő nevelés oktatásról szól. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Következő hatási javaslatunk lényege a feladatellátási helyen a köznevelési és egyéb alapfeladata a 6.2.7 pontban a szakiskola maximális létszáma 90 főről csökkenjen 70 főre.
tudjuk-e támogatni. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Harmadik napi rendi pontunk azt mondja, hogy 6.2.7-ba kerüljön felvétel az iskola maximális létszáma fejlesztő nevelés oktatás 20 fő. Támogatjuk-e? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Negyedik határozati javaslatunk lényege 6.2.ba kerüljön felvétel az egységes gyógypedagógiai módszertani feladat. Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Ötödik határozati javaslatban 6.2.3.3-ból kerüljön törlése a zöldségtermesztő kifutó szak. Javaslom, hogy támogassuk, igen. Köszönöm szépen, egyhangulag támogattuk. Hatodik napon határozott a javaslat. Ugyanebből a pontból kerüljön törlése a kosárfonó és fonott bútor készítő kifutószak. Igen, nem, tartózkodás nélkül. Egyhangulag támogattuk. Hetedik határozati javaslatban változtatás azt mondja, hogy 2.2.5.2-ból kerüljön törlése a zöldségtermesztő kifutószak. Már volt egyszer, csak az egy másik pontban, ne tévesszem meg senkit, aki figyelmesen elolvasta, az nem esik ilyen csapdába. Tudjuk-e támogatni a kifutószak törlését? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. És a nyolcadik határozati javaslatunkban ugyancsak a kosárfonó és fonott bútor készítő kifutó szakról döntünk, a 6.2.5.2-ból kerüljön törlése. Tudjuk-e támogatni? Minden feltétel nélkül. Köszönöm szépen. No, miután végére értünk a napirendi pontok megtárgyalásának, felkérem Róra Sándor jegyzőrat, hogy az előttünk álló programokról adjon tájékoztatót, remélem kulturális programok lesznek. Április 1-én kerül megrendezésre a 22. Nagykunság Szépe Szépség verseny a Dérné Kulturális Központban. A műsorban fellép Pál Dénes énekes, Somogyi András humorista, valamint a Free Feelings hip-hop tánc csoport. Szintén április 1-én lesz a Nagy Jenő asztali tenisz emlékverseny. Április 2-án rendezik meg a Jászlányok Szolnok megye egyéni és páros asztali tenisz bajnokságát a sportcsarnokban. Április 4-én, 5-én és 6-án kerül sor Csigabiga Palota címmel az óvodások és általános iskolások mesemondó versenyére az ifjúsági házban. Április 7-én a Madarász Imre Egyesített Óvoda szakmai konferenciát rendez, a 33. Országos Esztétikai Tanácskozás címmel a Dérné Kulturális Központban. Április 10-én és 11-én látható a Szent Pál Marista Általános Iskola Passió előadása a Dérné Kulturális Központban. Április 12-én, amit szívedbe rejtesz címmel rendez költészetnapi verses délutánt a Dérné Kulturális Központ az Ifjúsági Ház Csokonai Könyvtárában. Április 12-én a Kunorgonda Zenebarátok Egyesülete jótékonysági hangversenyre és kiállítása várja a zenebarátokat a Dérné Kulturális Központban, ahol az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai lépnek fel. A koncert bevételét az intézmény hangverseny zongoráinak felújítására ajánlják fel. Április 13-án délelőtt húsvéti játszóházba várják a gyerekeket az ifjúsági házban. Szintén április 13-án rendezik meg Kun Lajos Ördögszekér című könyvének bemutatóját az ifjúsági ház Csokonai Könyvtár emeleti nagytermében. Április 27-én kerül sor Kiskulcsosi Kavalkád címmel a Kiskulcsosi Általános Iskola műsoros estjére a Dérné Kulturális Központban. Április 28-án a Világjárok című előadásolat következő vendégek Pap György, aki vietnámi útjáról számol be a közönségnek. Tovább folytatódnak a diákolimpiai fordulók és az utánpótlás tornák a városi sportcsarnokban. A rendezők minden érdeklődő szeretettel várnak valamennyi rendezvényre. Köszönöm szépen az előzetest! Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2017. április 27-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Jelenkezést nem látok, és amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a munkáját, aktivitását, hozzáállását. A mai ülést bezárom, további szép napot kívánok mindenkinek!